Belső felújításon esett át a Petőfi Sándor művelődési ház Komáromban. A beruházás részleteiről Nyikus Anna, az intézmény vezetője nyilatkozott tévénknek. Ez a felújításunknak a harmadik etapja. Az első alkalommal a nyilázárókat cserélték ki, második alkalommal a mozidomb került ki, és új tető, tehát új cserepet kaptunk, és új parkettát, tehát akkor egy ilyen félig felújítás volt, és kaptunk ígéretet a harmadikra, és ez most elkövetkezett a 2020-as TOP pályázat segítségével, amiben a nagy teremre kaptunk, vagy ítéltek meg számunkra 14,3 millió forintot. Ebből elkészült egy akadálymentesítés, hogy jól megközelíthető legyen a nagy terem és egyáltalán a művelődési háznak a termei. A parkolóval együtt kialakításra került egy mozgáskorlátozottak számára egy mosdó, pelenkázó a babás kismamáknak. Megújult a férfi és a női vécé is, tehát egy nagyon szép esztétikus és kulturált lett, ami nagyon fontos, azt gondolom minden intézmény számára. Ez egy régi dédelgetett terv volt, ami nagyon jó, hogy legalább most már bekövetkezett. A pályázat az a nagy teremnek a felújításáról szólt konkrétan. Ebben egy régi terv meg tudott valósulni, a falburkolat, ami egy keményfa és padlószőnyeg variáció. A parkettát is újra csiszolták, újra lakkozták, színpadunk is ugyanígy megújult, azt is lefestésre került, átvizsgálták a villanyt, és új székeket is kaptunk, ami ugyan már nem fért bele a pályázatba, de a polgármester úr segítségével 150 szép nézőtéri banketszéket is tudtunk vásárolni. Mivel sikerült még dekoratívabbá tenni ezt a színháztermet? A Duna Népdalkörnek sikerült örömet szerezni azzal, hogy a nagy teremben lévő vakablak is része lett a falburkolatnak, egy nagyon szép üvegvicsint kaptak, és ide kitehették azokat a díjakat, relikviákat, amit az évek alatt összegyűjtöttek. És képeket is láthatunk itt a nagy terem végében. Ezek az én alkotásaim, úgy gondoltam, hogy illik ebbe az enteriőrbe, és megmutatom azoknak a szőnyieknek, vagy érdeklődőknek, akik még nem találkoztak élőbe a munkáimmal. Eddig hogyan fogadták a látogatók? A nyugdíjas klubunkat emelem ki, mert a terem végébe kialakításra került nekik egy hely, egy állandó hely, ahol a megnövekedett létszámú nyugdíjas klub el tud férni, és hát ők kitörő örömmel fogadták, sőt az avatót is velük csináltuk meg, és hát egy nagy tortával ünnepeltünk. Úgyhogy ők voltak az elsők, akik nagyon az elismerés szavait tudták csak mondani. A jövőben milyen rendezvényekkel szeretnék megtölteni ezt a művelődési házat? Azt gondolom, hogy alkalmazkodva a napi helyzethez, kisebb csoportoknak gondolom, hogy programokat szerveznénk, ezért is osztott a tér, és így tehát egyszerre több csoport is tud foglalkozást tartani, vagy összejönni a műfázban. Úgy így a nagy terem is két részből áll, az első felébe itt akár ilyen ringató babamamásoknak, az asztaloknál pedig akkor a szülők leülhetnek, vagy terve van egy macska barátok köre, és ők is a cicáikkal akkor eljöhetnek. A népdalkörösök maradnak a kis terembe, de ott is osztott tér van, hogy külön vannak most a dalosok, meg a citerások, és akkor akár két hely, tehát mégiscsak osztva legyenek. Tehát az a cél, hogy minél többen meg tudjanak fordulni, minél több kis csoport tudjon összejönni, és hogyha engedi a
veszélyhelyzet, akkor előadásokat is tartunk. Reményeink szerint november 30-án az Édes Rózám színházi előadás lesz a Szőnyi Színház sorozat keretében, és ide 150 főt tudunk beültetni, vagy ha létszámlimit lesz, akkor a jegyek sorszámozva vannak, és majd akkor mondjuk, hogy tólig hányan jöhetnek. A tér megosztás azért is gondolom, hogy jó, mert ilyen irodalmi esteket, zongora koncerteket, vagy kisebb koncerteket, előadó esteket, ahol kevesebb fő is, tehát egy ilyen 100 főig itt ebbe a térbe el tud férni. És ezek családiasak is lesznek egyrészt, másrészt pedig azt gondolom, hogy ennyien össze is tudnak jönni. A jövőbe tekintve, ugye ez a beruházás most befejeződött, milyen további tervek vannak, vagy milyen fejlesztésekre van még itt szükség? Nagyon örülnek a szőnyiek, nagyon örül a Szőnyi Kulturális Egyesület, hogy ennyire szépek vagyunk, de a jövőre is már előre gondolunk, mert akkor tud haladni az élet, hogyha a remény nem hal meg, mondván, úgyhogy várjuk a negyedik felújítási etapot, mert hogy volt ilyen is már. Tehát a tervekbe, ez nagyon jó lenne, ha megvalósulna, mert a hosszú folyosót összenyitnánk, két öltöző kialakításra kerülne, helyesebben visszaalakításra, mert hogy a két öltöző az most más funkciót tölt be, és akkor tudna igazából működni a színház, mert most azért ilyen problémáink vannak, hogy az irodarészt és a kis termet kívülről lehet megközelíteni, vagy a nagy termen át. Na most azért az úgy nem megy, hogy egyik ajtón bejövök, a másikon kimegyek, tehát azért kár lenne a nagy termet végiggyalogolni, és a hosszú folyosó pedig az össze is kötné. Tehát valamikor régen praktikusan úgy alakították ki, hogy igen, volt a hosszú folyosó. És ez nagyon jó lenne, ha visszakerülne, mert akkor a színészeknek, fellépőknek nem kellene udvaron át, vagy az irodákon át jönni, öltözni, és sokan nem is vállalkoznak így, hogy jönnének előadásra. Tehát ez nem túl nagy dolog, de mégis nagy dolog, mert hogy érint több termet. Van erre esély, hogy ez megvalósuljon a közeljövőben? Hát ha lesz valaki, aki harcol érte, meg figyeli a pályázatokat, meg netán polgármester urat szekálja, mint ahogy én szoktam, akkor igen. Hát sok sikert hozzá. Köszönöm, úgy legyen.